Szép estét kívánok, kedves nézőink! Egy meghívót tartok a kezemben, megmutatom mindnyájuknak. A fehérvári beszélgetésekben ezúttal arról esik szó, hogy ma rendezték december 4-én pénteken helyesebben azt az adventi jótékonysági estet immáron 10. alkalommal, amelyet a Ciszterci Szent István Gimnázium és a Talentum Református Általános Iskola felajánlásával két olyan határon túli intézmény megsegítésére, amely most ebben az esztendőben Bácskos Utfalvát és Bácskertest jelent. És a Szent István Művelődési Házban, ahogy már megszokhattuk, ez évben is rangos vendégeink voltak, Hűvös Völgyikó, Szorák Katalin. És nem sorolom tovább, viszont itt van velünk, hála Istennek teszem hozzá, Pusztináról három gyönyörűséges ifjú hölgy. Köszöntelek benneteket, hiszen ismét hazajöttetek egy kicsit, ha csak látogatóba is hozzánk. Nos, tehát akkor a vendégeink Mátyás Mónika, aki a Pusztinai Magyar Ház pedagógusa, Tamás Felicsia, szervusz, és Bece Denisa. Ennyit a protokollról, és most akkor beszélgessünk. Azt hiszem, hogy nagyon jó itt lenni. Mónikával már a híradóban ejtettünk néhány szót arról, hogy mit jelent Magyarországra jönni, egy kicsit hazajönni, egy kicsit megmártózni abban a szeretetben, mert hogy szeretünk mi itt benneteket, ez teljesen egyértelmű és természetes. Kinek mit jelentett? Mondd először talán Felicia, mit jelentett neked eljönni egy kicsit? Pihenni. Pihenni? Sokat látni. Mi volt az, ami megragadott itt Fehérváron? Hiten azért körbenéztetek, ha csak rövid időre is. Mit szerettél a legjobb? Hát, hogy ki van díszítve. Szép a karácsony? Igen. Denisa, mi tetszett neked itt a karácsonyi díszek? Hát, a karácsonyfa, Meséltek arról, hogy otthon milyen a karácsony. Mondd el nekünk. Ezt tudjátok. Nehéz elmondani? Na jó, gondolkodjatok rajta. Addig Mónikát kérdezem. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy nagyon sokat kell tenni a Magyar Házban Pusztinán azért, hogy a gyermekek magyarul tanulhassanak. És amikor valaki hivatást választ, ahogy te magad tetted, el kell döntenie, hogy emellett kitart-e a végsőkig. Szerencsére, mint tudjuk, te így döntöttél. Melyik volt az az első pillanat, amikor gondoltál rá, hogy igenis ez a te dolgod ebben az életben? Én 2014-ben végeztem Agárba a főiskolán, és akkor Mezőkövesden voltam egy fél évet gyakorlaton, a Szent László gimnáziumban tanítottam énekzenét, és lett volna lehetőség arra, hogy Kövesden is maradjak, a Szent István gimnáziumban éppen lett volna állás, énekzenetanári és hittantanári állás, de ugyanakkor jött a lehetőség Pusztináról is, hogy ott is nagyon nagy szeretettel várnak, és nagyon örvendenének, hogyha egy odavalósi töltené be a szabad helyet, és nem idegen kellene, hogy jöjjön a faluba magyart tanítani. A volt tanárom, Bilibók Jenő hívott, ő most is ott tanít, csak ő az iskolába tanítja a magyar nyelvet, én pedig a magyar házba. És akkor éreztem azt, hogy nekem nem Kövesden kell maradni, de egyébként én már, amikor Egerbe kerültem, akkor se úgy mentem oda, hogy majd ott szeretnék maradni, vagy itt szeretnék Magyarországon dolgozni, ha befejeztem a főiskolát, hanem mindig az volt bennem, hogy visszamegyek. Valahogy nem tudtam, szeretem Egert, meg sikerült barátokra szert tenni, de mindig hiányzott az otthon, mindig más volt itt lenni, és mindig nagy örömmel mentem haza is. És akkor, amikor jött ez a lehetőség, hogy otthon taníthatnék, és pont a
saját szülőfalumba, mert hogyha egy másik csángó településen lett volna éppen nálás, nem biztos, hogy azt választom. De ez, hogy pont pusztinán, és pont akkor, amikor én munkát kerestem, ez így nagyon, nagyon úgy éreztem, hogy akkor nekem ezt kell. Ugye itt Magyarországon mi pusztinán, meg kell, hogy mondjam, állítottal ejtjük ki, Nyisztor Ilonájét is, rövidesen majd a tiédet is, hiszen a moldvai csángóság, ahogy tetszik, szellemi központja számunkra pusztina mindenképpen. Melyik volt az az első pillanat, amikor te ezt megtudtad, amikor már belérívódott, hogy ez tényleg így van? Amikor még el se indultál Egerbe? Engem akkor fogott meg ez az egész, amikor elkezdődött a magyar oktatás ott a faluba, hiszen 2000-ig nem volt. 2000-ben indult el a magyar oktatás, de akkor még magánházaknál. Hétvégenként jártunk, szombaton, vasárnap magyar órákra, és akkor úgy olyan boldog voltam attól, hogy nekem van ez a lehetőségem, hogy megtanulhatom írni, olvasni a nyelvet, hiszen beszélni tudtam, mert úgy beszéltünk otthon a családban, hát így csángósan, de írni, olvasni nem tudtam, és nekem olyan nagy öröm volt, hogy ezt így megtanulhatom írni, olvasni is, hogy szerintem ez maradt meg bennem végig. Nehéz volt? Nem, én nem éreztem nehéznek. Nem abban az értelemben úgy kérdezem, hogy nehéz volt az az út, amit be kellett járnatok, hiszen az ezredforduló hozta meg azt a lehetőséget és módot. Hogy... Nagyon nehéz volt, azt kell, hogy mondjam. 2002-ben aztán beindult az iskolába is a magyar óra. Hát az első 3-4 évben nagyon-nagyon nehéz volt. A gyermekeknek, akik vállalták ezt, akiknek a szülei megírták a kérvényt, hogy a magyar órán részt vehessenek, azokat a többi tanár folyamatosan szitta. Mindig az volt, hogy ó, mert ti biztos azért nem tudtátok a történelmet vagy a románt, már magyar órára jártok, nem, hogy tanulnátok közben valami mást, meg mit tudom én. Ezen kívül ugye a falu sem volt még hozzászokva ehhez, minden új volt, és nem jó szemmel nézték. És hál' Istennek most 2015-re értünk el oda, hogy 13 év eltelt ugye azóta, amióta bevezették pusztinába a magyar órát az iskolába is. Az első években még csak nulladik órába, 7-től 8-ig, hát ha valahogy elveszik a gyermeknek a kedvét attól, hogy elmenjen a magyar órára, de most már hál' Istennek rendesen be van iktatva az órarendbe, heti 3 óra van a felső tagozaton, heti 4 óra van az alsó tagozaton, és senkinek nem szúrja a szemét, már mindenki hozzászokott, már nem szidják a gyermekeket, már nem látnak benne semmi rosszat. Soha nem adtátok fel? Nem, nem is fogjuk. Pedig volt nehézség. Volt nehézség, és jó, nekem, én most kerültem vissza 2 éve, nem volt olyan, vagy nem én éltem át igazából ezeket a nehéz pillanatokat, Jenőék, amikor elindították, de olyan nagyon akarták ők is, hogy tehát érezzük azt, hogy ez fontos tényleg, muszáj ezt. Hogyha a magyar órák megszűnnének most pusztinába, bármennyire is jó a nyelvállapot még, hál' Istennek, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10-15 év, és már nem beszélnének magyarul ott. A magyar nyelv ismerete ugye fontos a gyerekeknek. Tényleg mondjatok néhány szót arról, miért jó magyarul beszélni? Hát... Denisa. Felicia, miért jó magyarul beszélni? Otthon magyarul beszéltek? Igen. És a magyarul énekeltek? Igen. Magyarul gondolkodtak? Nem mindig. Nem mindig. És az iskolában a társaitokkal? Románul. Románul? Igen. És ez természetes? Nem is beszéltek magyarul mondjuk az órákon, szünetben? Nem. Tehát otthon azért... Néha-néha elhangzik magyar szó? Igen. És az engem az nagyon érdekel, hogy szoktatok-e magyarul olvasni? Igen. Vagy csak a tanult
tanulmányaitokat, vagy népzene szövegeket, népdal szövegeket, azért valahogy meg kell tanulni, vagy hallásra megy? Tehát olvastok? Igen. Akkor most mondja el mindenki, hogy mit olvasott utoljára. Felicia? Verset? Mesét? Mesét. Mesét? Denisa, te is? Igen. Tehát mesét olvastok. Fontos, hogy olvassanak a gyerekek? Az anyanyelvükön, illetve most ilyen értelemben mindegy, hogy az anyanyelvük vagy sem, de hogy magyarul olvassanak és magyarul gondolkodjanak? Hát nagyon fontos lenne, és ezt szoktuk is a magyar órákon gyakorolni, hiszen az, hogy ők otthon olvassanak egyedül magyarul, az úgy nehezebben megy, mert mondjuk nálunk nincs az, mint itt Magyarországon, hogy jön az anyuka, leül a kicsi fia mellé, és olvasnak együtt, hiszen ott az anyuka nem tud olvasni magyarul. Nem igazán tud segíteni neki ebbe. És akkor, igen, ahogy mondták a lányok, leginkább meséket olvasunk, ilyen egyszerű meséket, verseket is szoktak egyébként tanulni, de ez fontos, mert ez egyrészt a szókincsüket is fejleszti, ugyanakkor látják, hogy hogy van leírva a szó, és a helyesírásba is segít az olvasás. Értem. Tehát mindent fejleszt, úgyhogy mindenképpen fontos. Egyébként az a munka, amit végeztek, segít abban is, hogy újra visszatérjenek a hagyományok, amelyek néha-néha elfeledődtek? Melyeket volt a legnehezebb visszahozni? Mert például ez a viselet gyönyörű. Hál' Istennek nálunk sose volt baj a viselettel, tehát olyan szempontból, hogy mindig hordták. Vannak olyan falvak, ahol ha bemegy az ember és kéri a népviseletet, nem biztos, hogy talál a faluba 2-3-nál többet. Nálunk viszont megmaradt, minden családban van, nem is egy, több is. És ugye nálunk, amikor a magyar oktatással együtt elkezdődött a hagyományőrzés is, és Nyisztor Ilona elkezdte visszatanítani a régi énekeket, régi táncokat, a hívoktatásokat, a szokásokat mindig meséli a gyermekeknek. És ez nagyon jó, mert ők, nekik az édesanyjuk fiatal, ők nem tudják olyan jól ezeket az énekeket. A régiek, az idősebb nénik, ők tudják, mert ők jártak Guzsajasba, jártak Csátába, ahol fontak, szőttek, közben mesét mondtak, nem olvastak, énekeltek, minden volt ott, de most már ilyen lehetőség nincs. Most már a magyar házban van ilyen lehetőség, mert összegyűlnek az idősebb hagyományőrzők, és akkor jönnek az fiatal anyukák is, és nekik is megtanítják az énekeket, illetve Ilona tanítja a lányoknak, és ez nagyon jó, mert úgy látszik, hogy nagyon szeretik egyébként, nagyon is jól, szépen tudnak énekelni, és bízunk benne, hogy minél tovább fennmarad. A nagymamák voltak az elsődleges adatközlők, akiktől még meg lehetett tanulni? Igen. És ott most már azért egyszerűbb így őrizni, hiszen ha így számolom, akkor ugye Felicia, ti vagytok a harmadik generáció, vagy talán a negyedik generáció, ha így belegondolok. És beszéljünk a népviseletről, hiszen előbb láttam a képen, ez gyönyörű, nagyon szép, mert most már valami más jelzőszerkezetet fogok kitalálni, mert már ötödször mondom, hogy gyönyörű, de tényleg elvarázsol. Ki mondja el, hogy mi van rajtatok? Kezdjük a kendővel. Milyen ez a kendő? Én látom, hogy milyen, de a nézők is látják, de ez egy általános viselet egyébként? Igen. Ez ilyen régi viselet igazából, mert amit most varnak, van egy újabb fajta, amit most már, mondjuk a Denisai például újabb. Ebbe látszik, hogy van ilyen kis fémszál, ilyen csillogós valami, itt az ingen, viszont az enyémben abszolút nincs ilyen, és a Feliciájéban sincs ilyen fényes
Csecsebecse. Na, hát a fejkendő az, a szín az, ugye több színű van. Piros, virágos. Tessék? Piros és virágos, azt én látom. Igen, most rajtunk éppen ilyen van, de van zöld, van fehér, sárga, akár kék, mindenfajta színű van, de mi a népviselet, ez általában a pirosat szoktuk. A gyöngysor az általános? A gyöngysor az is általános, igen. Tehát mindenkinél? Mindenkinek van. A fiatalabbak általában többet szoktak hordani, az idősebbek már csak 2-3 szál gyöngy, annál többet nem nagyon. A szoknya is érdekes. Tehát milyen motívumrendszer ez? Nem tudjuk, rendben, viszont... Deniszája ez egyébként nem pusztinai katrinca. Ő otthon felejtette, és ma reggel kapott egy kléseit. Itt Székesfehérváron. Még jó, hogy lehet kapni. Így van. Tudjuk-e, hogy hogyan tovább? Tehát azt tudjuk, hogy a magyar ház tűzön-vízen át megmaradt a magyar nyelv mellett, a magyar népi hagyományok, a népi kulta megőrzése mellett. Nyisztorilon elkezdte, és hála Istennek olyan tanítványai vannak, olyan követői, mint te magad, és talán azok a lányok. Viszont vagytok-e elegen? Mi bízunk benne, hogy sokáig megy ez tovább. Én legalábbis azért csinálom. Én nem... Sokan mondják, hogy mert hogy a csángóság már annyira asszimilálódott, annyira románul beszélnek a gyermekek, a szülők nem beszélnek velük magyarul. Valóban, de én hiszek abban, hogy a mostani gyermekek, akik most járnak a magyar foglalkozásokra, a hagyományőrző órákra, a magyar órákra, hiszem azt, hogy őket valami megfogja, és ők érezni fogják majd a felnőnek azt, hogy fontos a számukra az, hogy a gyermekeiknek megtanítsák a magyar nyelvet. Az fontos számotokra, hogy miként fogadnak, nem csak itt Székesfehérváron, hanem általában az anyaországban benneteket. Az az igazság, hogy bármerre megyünk, azt tapasztaljuk, hogy mindenki el van ájulva. Nagyon, tehát érezzük ezt a szeretetet, érezzük, hogy az itteni emberek, a magyarországiak teljesen úgy tekintenek ránk, mint akik ide tartozunk, és kitartanak mellettünk, és látszik rajtuk, hogy szívesen segítenek, akármikor szükség van, ha tudnak. Úgyhogy nagyon jó érzés mindig jönni, és látni, ahogy az emberek örülnek, amikor meglássák mondjuk a lányokat felöltözve szép népviseletbe, akkor ott már nagyon nagy az öröm. Milyen gondolatokkal fogtok hazamenni? Mit meséltek egy ilyen estéről, egy ilyen napról? Gyönyörű, szép program volt ismét, mint minden évben. Én személy szerint feltöltöttem itt a mai este alatt, itt az itt eltöltött pillanatok alatt, úgyhogy én most már megújult erővel térek vissza, és majd ha megkérdezik, hogy milyen volt, akkor azt fogom mondani, hogy nagyon jól éreztem magam, hogy az itteni emberek nagyon nagy örömmel fogadtak, éreztük a szeretetet, a gondoskodást, és nagyon jó érzés volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok, és én bízom benne, hogy mielőbb újra viszont látunk benneteket. Kedves Mónika, Denisa, Felicia, jó volt látni benneteket. Köszönjük szépen. Mit kívánjak? Én áldott békés karácsonyt kívánok, és hogy tartsatok ki, beszéltek magyarul, gondoljatok arra, hogy a nagymamáitok is milyen szépen beszéltek magyarul, milyen szép ruhában jártak. Azt hiszem, hogy ez a jövő számotokra is, és számunkra is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük mi is. Kedves nézőink, kérem ne feledjék, rövidesen itt a Fehérvár Televízióban újra találkozhatnak azokkal a barátainkkal, akik megtisztelték ezt a 10. jótékonysági estet, hiszen teljes egészében levetítjük azt a műsort, ami szerintem legalábbis, és higgyenek nekem, hogy így van, az év koncertje.
Addig is maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!